Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Köszöntöm Önöket abból az alkalomból, hogy a mai napon megbeszélés zajlott az ENSZ egészségügyi világszervezetének főigazgatója és Magyarország miniszterelnöke között. Ennek nyomán a mai napon bejelentésre kerül sor. Elsőként megadom a szót Margaret Chan asszonynak, az egészségügyi világszervezet főigazgatójának. Főigazgató asszony, Öni a szó. Thank you. His Excellency, Mr. Viktor Orbán. Orbán Viktor úr, Magyarország miniszterelnöke. Tisztelt egészségügyi miniszter úr, hölgyeim és uraim. Igazán nagy megtiszteltetés a számomra, hogy itt lehetek ma Magyarországon. És ezt a díjat átadhatom a miniszterelnök úrnak. Hadd mondjak egy pár szót arról, hogy miért is vagyok itt, miért jöttem ide, és miért részesítek díjban egy embert, egy nagyszerű embert, akinek megvan az a bátorsága, hogy a dohány témával szembeszálljon, és védje az állampolgárainak az egészségét. Ez a harc nem egyszerű, hiszen a dohány termékek használatának terjedése az egészséget a legnagyobb mértékben fenyegető helyen áll. Számos betegség okozója ez, ami évi 6 millió ember halálát okozza, és ez az előrejelzések szerint még tovább fog nőni. Mindenki tudja, hogy a HIV, a tüdőrák, illetve a malária milyen óriási károkat okoz az egészségben, de hogyha ezt a három nagy betegségcsoportot is összeadjuk, akkor is kevesebb haláleset okozói ezek, mint a dohányzás. Hát ez nagyon figyelemre méltó. Mégis sokkal több figyelmet szentelnek a maláriának, illetve a tuberkulózisnak, annak ellenére, hogy a dohányzás az első számú okozója az emberi halálnak, és ez okozza leginkább a túl korai halált. Minden halál ok, ami 70 évnél korábban történik, az idő előtti halál. Most, ahogy az emberek 100 évig is tudnak élni, tehát ha az ember 60 vagy 70 éves kora előtt hal meg, akkor jó 30 évvel csökkenti az élethosszát. Éppen ezért a dohány termékek használatának a megelőzése, ez egy óriási teher, de ez egy elkerülhető teher. Így lehet elkerülni a halálokat, és ez kell, hogy megcélozzák a felelősen működő kormányzatok, amelyek meg akarják védeni állampolgáraikat ennek a halálos, de ugyanakkor függést okozó terméknek a káros hatásától. A prevenció áll, mint a húzóerő a WHO dohányzás ellenőrzési keretegyezménye mögött is. Ez egy jogilag kötelező érvényű egyezmény, ami kötelezi az országokat a dohányzás ellenőrzés bizonyítékon alapuló rendelkezésének betartására. Ez az egyezmény vezette be azt az elvet, hogy a dohánytermékeket úgy kellene és lehetne szabályozni, mint hogy a kormányzatok szabályozzák a víz, az élelmiszer, a levegő, az orvosságok és az ipari vegyi anyagok tisztaságát. Mint állampolgár, biztos, hogy azt akarja mindenki, hogy a kormánya megfelelő dolgot tegye, hogy ezek mind megfelelő minőségi és biztonsági sztenderdeknek megfelelően rendelkezésre álljanak. Minden országban, hova elmegyek, egy kérdést teszek föl. Miért engedik meg az országok a világban az ilyen addikciót okozó terméket, egy olyan terméket, ami rákot, szív, betegségeket okoz, és hogy ezek szabadon árulhatók legyenek, hiszen ez egy iparág, ami rendkívül erős, mindenféle tevékenységet megtesz azért, hogy aláaknázza ezt a keretegyezményt, és aláaknázza a kormányoknak azokat az erőfeszítéseit, hogy megvédje a saját embereit. De ez az ország, ez más.
Ez az ország rajta van nagyon sok országgal együtt a dicsőség listára, amely biztosítja azt, hogy az emberek dohánymentesen szívhatnak friss levegőt az összes nyilvános helyen. Tegnap este például egy étteremben voltam, nagyon-nagyon élveztem az estét. Miért? Azért, mert dohánymentes, dohányfüstmentes levegőt tudtam szívni. Pár évvel ezelőtt itt voltam, akkor még ez nem így volt, és én érzem a különbséget, úgyhogy miniszterelnök úr, szeretnék gratulálni önnek, és szeretném kifejezni hálámat is. Én mint egy nem dohányzó, és nagyon örülök, hogy itt lehetek ebben a csodás érzékben, országban. Élvezhetem a kitűnő vendéglátást, a kitűnő konyhát, és eközben füstmentes levegőt szívhatok. Az ön győzelme a dohányipar taktikái ellen, ez elismerendő, és ezt meg kell köszönni. Éppen ezért vagyok itt most, miniszterelnök úr, hogy ezt megköszönjem. Ön nagyon bátor, ez nem egy könnyű harc, de ön mégis ezt megvívta, és szeretném ezt a lehetőséget kihasználni arra is, hogy megköszönjem az egészségügyi miniszter úrnak is a vezetését, aki a miniszterelnök vezetése és irányítása alatt ilyen rövid idő alatt nagyon jó eredményeket ért el a dohányzás visszaszorításában, és éppen ezért kértem a miniszterelnök úr engedélyét, hogy írják össze, hogy hadd használjuk mi is azokat a tapasztalatokat, nem csak a dohányzás visszaszorítása érdekében, hanem azok a azokat a kezdeményezéseket illetően is, amelyben adókat vetnek ki a nem egészséges élelmiszer és egyéb termékekre. Én úgy gondolom, hogy ez is nagyon fontos. Természetesen itt is ellen érdekekbe fognak ütközni, ez nem titok, de hát ez a élet rendje, hogyha valahol úgynevezett szerzett jogok vannak, akkor azok ellen fognak állni. De ön, mint egy nagyszerű országnak a vezetője, önnek a megfelelő és a jó lépéseket kell megtenni. Én úgy gondolom, hogy ez az ország rendkívül szerencsés azért, hogy egy ilyen bátor és ilyen jövőbelátó miniszterelnöke van, aki olyan dolgokat is meg tudott csinálni, olyan dolgokat is hozzá tudott nyúlni, amelyet nagyon-nagyon sok államban nem tudtak megoldani, vagy nem vált sikerré. Úgyhogy miniszterelnök úr, nagyon szépen köszönöm, nagyon örülök, hogy itt lehetek, és szeretném átadni önnek a WHO főigazgatói különleges elismerési díját azért a munkáért, amit tett, hogy a dohányzás visszaszorítását hozzájáruljon a világon, és ezzel csökkentse a betegségeket. Hadd tegyem még hozzá azt is, hogy ez egy politikai győzelem, egy nagyon erős iparággal szemben, de ugyanakkor ez egy olyan győzelem, ami a közegészségügy győzelme. És köszönöm szépen, és akkor megkérném miniszterelnök urat, hogy fáradjon ide a középre, és egy nagyon szerény díjat szeretnék átadni, de ezt csak azok adják, akik nagyon sokat tettek a világ egészség ügyének előmozdítása érdekében, tehát ez a főigazgatói különleges elismerési díj a WHO részéről, és szeretném ezt az oklevelet is átnyújtani önnek. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Folytatjuk a sajtótájékoztatónkat. Felkérem Orbán Viktor urat, Magyarország miniszterelnökét, hogy tegye meg nyilatkozatát, miniszterelnök úr. Jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mint az előbb, önök is saját fülükkel meggyőződhettek erről, egy nagyszerű asszonyt köszöntünk ma itt Magyarországon. Nagyon régóta vártam már erre a találkozóra, mi nem ismertük egymás korábban, és végképp nem gondoltam, hogy azt, amire olyan régóta vártam már, éppen egy asszony formájában küldi majd ide hozzánk a gondviselés. Ugyanis régóta vártam már valakit, aki nem azt mondja nekem, hogy ez túl sok, túl radikális, óvatosabban, hanem azt mondja, hogy még többet, még radikálisabban, csak bátran előre. És most egy ilyen beszélgetésből jövök ide önökhöz, hiszen a mostani sajtótájékoztatót megelőzően mi tárgyaltunk is érdemi kérdésekről, és meggyőződtem arról, hogy az a
az irányvonal, amely a páratlan magyar összefogást, amely egy kétharmadban fejeződik ki, megpróbálja fontos ügyek érdekében kompromisszumok nélkül érvényesíteni. Különösen, hogyha az emberek egészségéről van szó, az egy helyes és jó vonal, amelyet nemzetközi elismerés és bátorítás is övez. So, I'm very happy that you are here and you are the first man, may I say, in my practice, who is not convincing me, who does not try to convince me, do less and be more careful, but rather to convince me, do more and be more radical, especially when the question of the health of the people are involved. Szóval, tisztelt Hölgyeim és Uraim, ez nagy megtiszteltetés. Ezt a díjat átvehetem, habár be kell vallanom, hogy az elismerés elsősorban nem engem illet, hanem azokat a honfitársainkat, akik annak ellenére, hogy korábban egyik szárról a másikra gyújtottak, könnyen lehet, hogy évtizedeken keresztül le tudtak szokni a dohányzásról. Minden tiszteletem az övék, nekem ugyanis sokkal könnyebb küzdenem a dohányzás ellen, mivel én soha életemben nem dohányoztam. Amit elsősorban a szüleimnek és az edzőimnek köszönhetek. Ma már elmondhatjuk, tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy egyre több magyar teszi le végleg a cigarettát. Azt nem merném még kijelenteni, ahogy szoktuk, hogy Magyarország ezen a téren is jobban teljesít, mint korábban, de annyit mondhatok, hogy már vannak biztató jelek. Ahogy az előbb hallhattuk, az eféle politikához bátorságra van szükség. Kétség kívül egy kétharmados parlamenti többség nagy felelősséget jelent. Nagy felelősséget akkor, amikor az ember cselekszik, de szerintem még nagyobb felelősséget, amikor nem cselekszik. És nem kihasználni egy politikai erőt és lehetőséget, az több, mint hiba talán, illetve több, mint bűn talán hiba is. Úgyhogy örülök annak, hogy az elmúlt években olyan munkatársaim voltak, itt van valahol az egészségügyért felelős államtitkár úr, olyan egészségügyi szakemberekkel dolgozhattam együtt, akik meggyőztek engem arról, hogy igenis használjuk föl ezt a ritka, kegyelmi pillanatot, és hozzuk meg azokat a szokatlan, radikális, máshol talán még ki nem próbált, a nagy industrialisták által, a nagy befektetők és iparosok által folyamatosan kritizált és támadott döntéseket, amelyekre szükség van annak érdekében, hogy a magyar emberek egészségesebbek lehessenek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, volt mihez képest javítani. Önnek is meg kell mondanom, asszonyom, hogy a magyar statisztikák rendkívül riasztóak. A tüdőrákban elhunytak számát tekintve Magyarország világelső. A megbetegedések 90%-a a tüdőrák esetében a dohányzásnak tulajdonítható. 2010-ben 20.470 magyar ember veszítette el az életét a dohányzás következtében. Magyarországon minden 18. percben meghal valaki a dohányzás miatt. A 70 évesnél fiatalabbakat sújtó halálesetek, erről az előbb külön is hallhattunk. Szóval ezeknek a haláleseteknek a férfiak esetében egyharmada, a nők esetében pedig 14%-a a dohányzásnak tulajdonítható. A napi rendszerességgel dohányzók arányát tekintve Magyarország még mindig az elsők között van. Az ország 29%-a dohányzik, és a 15 és 17 év közötti fiataloknál a fiúknak az egynegyede, a lányoknak pedig egy tizede naponta rágyújt. Amikor 2010-ben megkezdtük a kormányzást, számos nagyszabású célt tűztünk ki magunk elé. Az egyik ezek közül az volt, hogy ezen a területen, az ifjúság védelme területén jelentős változást vigyünk véghez. Hallhattuk, a népegészségügyi termékadó és a nem dohányzók érdekében hozott intézkedések nemzetközi elismerést váltottak ki, ezért is vehettem át az előbb ezt a díjat. Önök is emlékeznek rá, 12. január 1-től tilos a dohányzás a zárt légterű és néhány meghatározott nyílt légterű közösségi térben. 13. január 1-től a dohánytermékek csomagolása csak képekkel, illetve illusztrációkkal kombinált figyelmeztetésekkel hozható forgalomba. És harmadik lépésként pedig átalakítottuk a dohánykereskedelmet is, amifelől nagyon nagy politikai viták voltak Magyarországon.
Senkit sem gyanúsítgatok természetesen, de ne legyen kétségünk, hogy a dohánykereskedelem átalakításával szemben fellépő erők mögött mindenhol a dohánygyárakat kell keresni. Van egy nemzetközi fölmérés, ebből is szeretnék ideidézni néhány dolgot. A Nemzetközi Ifjúsági Dohányzás címet viselő felmérés 2012-ben közzétett egy adatsort. Ez Magyarország esetében azt mutatja, hogy a 13 és 15 éves korú fiatalok 45%-a boltban vette a cigarettát, boltban. És 43%-ukat ezeknek a fiataloknak még egyszer sem utasították vissza azért, mert túl fiatalok ahhoz, hogy dohányt vásárolhassanak. Ez egy áldatlan állapot volt, ami abból fakadt, hogy a fiatal korúak korlátozás nélkül szinte mindenhol hozzájuthattak dohányáruhoz. Ez azt jelentette, hogy Magyarországon, ami nem egy nagy ország, 44 ezer helyen lehetett dohányt vásárolni. 44 ezer helyen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a dohányzás visszaszorítását a fiatalok körében kell elsősorban győzelemre vinnünk, ha azt akarjuk, hogy a jövendő nemzedékek egészségi állapota javuljon. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, itt még megemlítem, kihasználva az alkalmat, hogy persze a dohányzás visszaszorítása fontos dolog, de az éremnek csak az egyik oldala, mert ahhoz, hogy a magyar emberek egészségi állapota föl tudjon zárkozni a nálunk fejlettebb országok egész polgárainak egészségi állapotához, ahhoz nekünk még néhány más dolgot is sikeresen végre kell hajtanunk. Az egészséges életmódot népszerűsíteni kell. Azt mondjam, szeretném Ön tájékoztatni arról, hogy Magyarországon ez év szeptemberétől bevezettük a mindennapos testnevelést, ami az egészséges életmódnak egy fontos népszerűsítő lépése lesz. És mint Önnel is volt módom ezt megvitatni, átalakítottuk, talán mondhatom azt, hogy sikerült lefektetnünk egy új észszerű egészségügyi rendszer alapjait is. Béreket is emeltünk, szóval próbálkozunk mi annak érdekében, hogy az egészségügye Magyarországon igazi közügyé váljon. Nem témája mai sajtótájékoztatónknak, de egy mondat erejéig zárásképpen szeretnék arra is visszaemlékezni, hogy az előző órában zajlott tárgyalásunkon a világ polgárainak mentális állapotbéli kérdéseit is érintettük. Ezt azért fontos elmondanom, mert Ön is tudja, hogy itt Európában nagyon komoly gazdasági válsággal küzdünk, és ezért a gazdasági ügyek szerepelnek a politika napirendjén legelől. Harcolunk az államadósság ellen, az észszerű költségvetésért, a gazdasági növekedésért, meg új munkahelyekért. És szerintem ezt sikerrel is fogjuk majd tenni, és alig várom, hogy eljöjjön az a pillanat, mondjuk egy következő ciklus már lehet egy ilyen pillanat, amikor már nem a gazdasági válság elleni küzdelem, hanem az élet minősége lesz a politikai agenda legfontosabb témája, és nagyon remélem, hogy akkor a másik gondról, a dohányzás melletti másik komoly gondról, a magyar népesség mentális állapotának kérdéséről, hogy mit tehetünk abban az ügyben, hogy javíthassunk rajta, szintén lesz módunk Önnel majd eszmét cserélni. Számítunk az Ön szervezetének világméretű és mindannyiunk által tisztelt, elismert tapasztalataira. A kitüntetést köszönöm, Önnek sok erőt és jó egészséget kívánok. Köszönjük szépen a figyelmet, a sajtótájékoztató most véget ért, viszontlátásra. Thank you. Wonderful. Thank you.